Sziasztok! Ez itt a YouTube Kisokos, és a mai videó témája a témaválasztás. Tehát meg szeretnénk csinálni a saját kis csatornánkat, de miről csináljunk videót, és ebben szeretnék nektek pár ilyen kis tippet, illetve tanácsot adni. Az első és legfontosabb dolog, hogy olyan témát választhatok, amivel ti szívesen foglalkoztok és érdekel titeket. Miért fontos ez? Ha nem szívesen foglalkoztok egy témával, akkor az a videókon is érződni fog, és a nézők ezt, higgyétek el, nekem érezni fogják, és nem fogják megnézni a videóitokat, vagy ha meg is nézik, akkor pár másodperc múlva elkapcsolnak onnan. Ugyanakkor, ha olyan témát választotok, ami érdekel titeket, akkor azzal tényleg szenvedéllyel, érdekesen, izgalmasan, nagy átéléssel fogtok tudni beszélni, és az sokkal izgalmasabbá teszi a videót, és szívesebben megnézik az emberek, vagy már csak azért megnézik, mert látják, hogy ebből már sok videót láttam, de így senki nem élvezte, ahogy ez az emberke élvezte, akit én most így nézek. Úgyhogy ezért is ne tántorítson el titeket, hogy jaj, hát engem mondjuk a játékok érdekelnek, de van már 13 milliárd játékvideó az interneten, hát akkor inkább nem csinálok. Nem, ha a játékvideók érdekelnek titeket, csináld meg a 13 milliárd egyedik videót, és hogyha te tényleg szívesen, örömmel játszol, és ezt így felveszed, és átjön az egész, akkor azt meg fogják nézni szívesen, csak kell egy kis szerencse, hogy rátaláljanak. De alapvetően ez az, ami a legfontosabb a témaválasztás kapcsán. Milyen népszerű témák vannak, azért csak, hogy így párat így a teljességigénye nélkül így átbeszéljünk. Van a vlog, ugye valaki pofázik a kamerába, van a gameplay, mert szerintem azt nem kell bemutatni senkinek, vannak a különböző tutoriálok, és ott aztán van mindenféle, tehát szakácsművészet, unboxingok, divat, kertészkedés, bármi tutoriál, ahol ti adtok tanácsot másoknak abból, vagy megmutatjátok, hogy hogy kell valamit megcsinálni, amiben ti jók vagytok, akár még a moha ültetés a sziklakertben, tehát erről is lehet, biztos van, akit érdekel ez a témakör, tehát jöhet bármi. Akkor a különböző animációk, dumaragó, különböző netes sorozatok, tehát ezeket is nagyon szeretik, vagy akár komplett filmeket is lehet rendezni, hogyha valakinek megvan hozzá az erőforrása és a szabad ideje, de nem kell akár olyan hűden nagy erőforrás, hát gondoljatok csak a Bakta Riderre, tehát az is szerintem egy kultusz lett ez a Bakta Riderből. Ha valaki nem tudja, miről van szó, keressen rá nyugodtan, ajánlom mindenki, de az is már egy film. Csak úgy mondom, hogy milyen minimális dolgokkal meg lehet csinálni olyan dolgot, ami utána egy ilyen kultusszá növi ki magát. Vagy ott vannak az különböző kirándulások, szabadidős sporttevékenységek, tehát ezek azok a témák, amik így a legnépszerűbbek most a YouTube-on, de mondom, a lehetőség adva vagyon, és csak a ti kreativitásotokon, illetve elképzeléseiteken múlik, hogy milyen témákkal tudtok előrukkolni. Nem baj az, hogy ha már meglévő tucat témát választotok, ha szívesen foglalkoztok vele, ugyanakkor az se baj, hogyha ezeket kombináljátok, és valami érdekes új stílust, míst hoztok ezáltal létre, vagy valami olyat tudtok csinálni, és ez talán a legjobb, amit még soha senki azelőtt. És annak van talán így a legnagyobb szansza, hogy felkelti az emberek érdeklődését. Ugyanakkor, ha valamit erőltetni akartok, csak azért, mert divat, de igazán nem érdekel titeket, vagy csak azért, mert tudjátok, hogy más azt látná szívesen, akkor az nem biztos, hogy olyan jó és jó ötlet, és nem hiszem, hogy ez az igazán jó videó, ezek lesznek, amik tényleg mások igényeit elégi, és nem elsősorban a ti igényeiteket, mert akkor azzal nem fogtok tudni olyan élvezetesen foglalkozni, nem lesz annyira pozitív az átélés jelege, és nem fogjátok annyira élvezni ti magatok sem, se a készítését, sem pedig a végterméket, és akkor ha ti nem élvezitek, akkor valószínűleg nézők sem fogják. Úgyhogy hajrá, a lehetőségek adva vannak, és csak a képzelő erőtök szabhat át az egésznek, illetve majdnem, mert a YouTube-nak a szabályzatát, illetve a közösség irányelveit azért érdemes mindig szem előtt tartani, és ezeket tiszteletben tartva készíteni a videóitokat, de ezeket leszámítva
lehet bármi. Úgyhogy remélem tudtam segíteni nektek így a témaválasztást illetően. Hajrá! Csak ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk a következő YouTube kisokosban. És ha már így a témaválasztás szóba került, a téma az sok mindent befolyásol, hogy milyen eszközök kellenek majd a videóitok elkészítéséhez, és a következő videóban erről fogunk egy picit beszélgetni, hogy milyen eszközök kellenek, ha már megvan az adott témátok. Úgyhogy találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók! Sziasztok!